kedves vendégeinket, és köszöntöm előadónkat, Babus Zoltán hadtörténész, aki már nem ismeretlen önök előtt, hiszen már harmadjára járt a Hitódfaluban, a Dunakanyari tragédia évfordulóján. Mindjárt megtudjuk tőle, hogy milyen újonnan felfedezett, vagy általunk ismeretlen részletekkel érkezett ma hozzánk. Én is nagyon szépen köszönöm a szót, és nagy tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiukat. A mai előadásomat tekintve, ugye az előadás címe, hogy mit kerestünk a Donnál gyakorlatilag, tehát ez egy olyan jellegű provokatív kérdés, amit ugye időről időre föl szoktak tenni, sőt ugye 1945-t követően majdnem minden esztendőben föltettek számunkra, és annak ellenére, hogy a rendszerváltozás óta eltelt már idestóval 25-26 esztendő, és annak ellenére, hogy a Magyar Király II. Honvéd hadsereg harcléti tevékenysége az egyik legjobban dokumentált és legjobban föltárt szelete a magyar hadtörténelemnek, még a mai napig is rengeteg sztereotípia és rengeteg olyan falas információ kering a köztudatban, amit érdemes én szerintem egy kicsit megvitatni, illetve ennek kapcsán tovább gondolkodásra késztetni az embereket. Én magam részéről ezekről a kérdésekről szeretnék önökkel beszélni, és az előadásom aláfestése gyanánt én magam hoztam olyan fényképfelvételeket, az előző évek gyakorlatában egyetemben, hiszen már korábban is hoztam felvételeket, amelyek 1942 és 1943 folyamán készültek a Magyar II. Hadsereg hadműveleti területén. Ugye ezek egykori katonáknak a hagyatékából kerültek elő. Nagyon kevés fotó az, amely közgyűjteményből származik. Tehát én az elmúlt, hát idestóval 20 év alatt gyűjtöttem össze több száz olyan fényképfelvételt, amelyek ezt az időszakot voltak hivatottak megörökíteni. Magukról a fényképekről én külön nem fogok beszélni, hiszen azt hiszem, hogy mindegyik fényképfelvétel önmagáért beszél, hanem az előadás színesítése gyanánt, miközben én el fogom mondani a szükséges információkat, a képek szerintem megfelelő aláfestést fognak nyújtani, úgyhogy én be is fogom kapcsolni a vetítést. Nem tudom, hogy fog-e sikerülni az első pillanatban, mert azt meglátjuk, hogy ez hogy mint lehetséges, mert hogy itt vannak a fényképfelvételek, de hogy a diavetítést hogy lehet beállítani, azt viszont nem tudom. Gombiának, és azt hogyan lehetne, hogy... És akkor lehet, hogy valahol ez is kívül, hogy ezt szokott a plakáton lenni. Itt van. Őszintes vagyok. Csak nem mindegy, hogy milyen gyorsan fogja kézni. Az már be van állítva egyébként a gépen. Ez elég gyors. Jó lesz. De valószínűleg minek utána legalább 500 fényképfelvételt hoztam, tehát egy vagy két alkalommal fognak ezek a képek körbe peregni, tehát mindenféleképpen érdemes lesz megnézni ezeket a korabeli fényképfelvételeket. Az első dolog az, hogy például a hukáért nekem a tegnapi Magyar Hírlapnak a hasábjai jelent meg egy cikkem, Jégbedermet hősiesség címmel, amely az Egri Dobó István 14. Honvéd gyalogezred Sztorozsevója környéki harcairól szóló írásom. Nekem ebben az ezredben szolgált anyai nagyapám is, annak két testvére, ők hál' Istennek hazatértek a Donkanyarból. Nem úgy, mint a nagyon sok bajtársuk, akik ugye ott haltak hősi halált Sztorozsevója térségében. És a cikk annak ellenére, hogy nagy sikernek örvendett, hiszen az interneten lehet követni, hogy hány ember nyitotta ki az oldalt, illetőleg hányan osztották meg különféle közösségi oldalakon. Elképesztő volt az, hogy micsoda hozzászólásokat kapott a cikk írója, tehát jó magam. De többek között azt, hogy mit kerestünk mi a Donnál, hogy került oda a második magyar hadsereg, hogy ez is egy ilyen helytelen elnevezés, hiszen arról már beszéltem volt önöknek a korábbiak folyamán, hogy a Magyar Király II. Honvéd hadsereg létezett, vagy Magyar II. Hadsereg létezett, de olyan, hogy második magyar hadsereg, olyat nem ismer a magyar hadtörténet írás. Ez egyfajta ilyen elfelejtése volt ennek a hadsereg megnevezésnek. Ugye a második világháborút követően, minek utána a vesztesek oldalán fejeztük be a második világháborút, ugye azon embereknek, akik részt vettek a doni hadműveletekben, hát erről az időszakról mindenféleképpen hallgatniuk kellett, ugye ezek az emberek megtűrt elemei voltak az akkori magyar társadalomnak,
1950-es évek második felében jelent meg egy könyv, amely az akkori terminológia szerint a második magyar hadseregnek a harctéri tevékenységével foglalkozott, és gyakorlatilag ez egy forrásgyűjtemény volt, Horváth Miklósnak a tollából jelent meg. Ez egy ilyen, gyakorlatilag egy összefoglaló jellegű forrásgyűjtemény volt, persze az akkori rendszer szájavíze szerint voltak összeválogatva a források, ugye, hogy halálra ítélt hadseregként küldtek ki bennünket, és micsoda osztályharcos öntudat dívott a magyar katonák sorában, minden magyar parasztember tudta, hogy a horthy-fasiszta rendszert nem szabad kiszolgálni, és a többi, és a többi. Hát önök ezt jobban tudják, hiszen ha jól sejtem, én vagyok itt a legfiatalabb gyakorlatilag az egész társaságban, aki viszonylag erről még úgymond keveset hallott ebben az időszakban, már ugye én is 1974-es születésű vagyok, tehát még jócskán volt alkalom hallgatni az általános iskolában, illetve a középiskolában ezzel kapcsolatban azt, hogy micsoda agymosást hajtottak végre azzal kapcsolatban, hogy mit kerestünk mi ott odakint a Donkanyarban. A válasz nagyon egyszerű, az első világháborút követően, ugye a Westfalen-trianoni békeszerződés követően egy igen erős és igen egészséges revíziós láz élet az országban, a kormányzótól kezdve a legutolsó egyszerű magyar parasztemberig bezárólag, ugye minden olyan területet visszakívántunk szerezni, amelyet ugye igazságtalanul elvettek bennünket Trianonnál. Ezt a jogos revízió igényünket használták ki a németek. Itt nem mennék bele abba, hogyan teltek múltak az évek 1937-38-ig. Ugye 1938-ban a Bredi egyezménynek köszönhetően a Magyar Királyi Honvédség visszanyerte fegyverkezési egyenjogúságát. Az 1938 és 1941 között ugye az országgyalapítás időszakának köszönhetően ugye a trianoni országterület majd a kétszeresére növekedett, körülbelül 170 ezer négyzetkilométer lett a megnagyobbodott országterület, amely gyakorlatilag vér nélkül sikerült elérni, köszönhetően a magyar külpolitikának, köszönhetően a Horthy Miklós kormányzónak és ugye a katonai elitnek egyaránt. Azonban az, hogy mi ezeket a területeket visszakaptuk német és olasz segedelemmel, ez azt is jelentette, hogy a későbbi fegyveres konfliktus folyamán, tehát a második világháború időszakában nekünk vérrel kellett adóznunk a német szövetségesnek az oldalán. Gyakorlatilag mi ezért léptünk be a második világháborúba, hogy 1941. június 27-én a kassai, máig ismeretlen eredetű bombázás követően lépünk be a magyar csapatok alpviselőfelek sorába. A gyorshadtest kimegy a keleti hadműveleti területre, majd 1500 kilométert mennek egészen Dnyepropetrovszk környékig. A gyorshadtest kötelékében ugye a huszárok, páncélosok, kerékpárosok vesznek részt, és igen, jól állnak helyet az ellenséggel szemben, azonban már akkor megmutatkozik az, hogy a magyar katona, illetve hát a magyar hadipar által gyártott fegyverek, felszerelések nem túlzottan megfelelőek a keleti front követelményeinek. Ugye az annak köszönhető, hogy 1938-ig tiltották az olyan fegyver és csapatnemeknek a fejlesztését, mint a páncélosok, a nehéz tüzérség, a légierő, ugye ez mind Trianonból következett, és 1938-tól indul meg a magyar hadiparnak a felfejlesztése, aztán amikor 1939-ben kitört szeptember 1-én a II. Világháború, onnantól kezdve a németektől hiába próbálunk meg harckocsi licenceket begyűjteni, vásárolni, különféle fegyvereket begyűjteni. A németeknek sokkal fontosabb és más szövetségeseik vannak, akiket jobban preferálnak, támogatnak, ugye ott vannak a románok és más egyéb kelet-európai népek, semmint mi magyarok. Tehát ezért mi kimaradunk ebből a fejlesztési lehetőségből, mindezek ellenére ugye igényt tartanak a magyar háborús részvételre. 1941 végén, ugye Moszkva előtt a Blitzkrieg kifullad, ugye téltábornak megállítja a győztes Wehrmacht előre nyomulását, és innentől kezdve Adolf Hitlernek a szemében felértékelődnek a kicsi kelet-európai szövetségesek. Ugye 41 végén levelet ír Horthy kormányzónak, amelyben kiírja azt, hogy a tervezett 1942. évi nyári hadműveletre, amely gyakorlatilag Sztálingrád és a kaukázusi olajmezőknek az elfoglalását célozza meg, mind nagyobb arányban szerepeltesse hadseregét, de ugyanezzel megkeresi a románokat és más kelet-európai szövetségeseket is egyaránt. 1942. januárjában előbb a Ribbentrop német külügyminiszter, majd pedig Wilhelm Keitel német vezértábornak érkezik Budapestre,
tárgyalásokat folytatnak, amelynek keretében nem kevesebbet, mint a teljes magyar haderőt, több mint 500 000 magyar katonát követelnek az 1942. évi nyári hadművelet sikeres lebonyolításához. Ez hát a konfliktust szül a szövetségesek között, hiszen ekkor már megszálló alakulatok vannak kint a Szovjetunió területén, tehát magyar megszálló hadosztályok kerülnek ki Ukrajna területére. Egyrészt, másrészt akkor tér vissza a gyorshadtest a keleti hadműveleti területről. Ugye az ottani páncélosok, a toldi könnyű harckocsik, azok majdnem szinte mindegy szállék gyári nagyavításra szorulnak. Ezáltal késik a Turán közepes és nehéz harckocsi programoknak a kifejlesztése, és így megfelelő harckocsi, illetve megfelelő páncél elhárítás nélkül marad az akkori teljes magyar hadsereg. A tárgyalások során a németek kérnek, követelnek, a vége az, neki nem is húzom tovább az időt ezzel kapcsolatban, hogy a magyar hadvezetőség hozzájárul ahhoz, hogy egy hadsereget, egy 9 hadosztályból álló, tehát 3 hadtestből, 9 hadosztályból álló hadsereget, egy páncélos hadosztályt, illetőleg egy jelképes repülőköteléket, az első repülőcsoportot, illetve később és során ez a második repülődandár nevet fogja viselni. Ezeket fogják majd a 42. évi nyári hadműveletekre előre bocsájtani. 1942. januárjában megkezdődik ennek a hadseregnek az összeállítása, amely nem a hadrend szerint Magyar Király II. Konkrét hadsereg. Az ország területét egyenlően terhelik le, mármint ami ugye a legénységi behívásokat illeti. Úgy állapítja meg Szombathelyi Ferenc vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, hogy a kiküldendő hadsereg sorállományának a 20%-a lehet tényleges állományú katona, és kimélendő ugye ezt a legéletképesebb korosztályt, a többieket, tehát a fennmaradó 80%-ot tartalékos, pottartalékos, tehát idősebb 30 és 45 év közötti katonákkal kell kipótolni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy az országgyarapításnak köszönhetően ugye megnövekedik a nemzetiségeknek az aránya az ország területén, mert majd 20%-a az, aki nem magyar, román, ruszin, rutén, szlovák, és más szerb, tehát más nációbeli katonák is tartoznak ugye a hadkötelesek állományába, és ezeket is úgy állítják össze, illetve az alakulatokat úgy állítják össze, hogy a nemzetiségek is a számarányoknak megfelelően vegyenek részt ezekben a hadműveletekben. Tehát így a kivonuló közel 207-208 000-es hadsereg állomány táblájában 20% nemzetiségű katona volt. Ezeket a katonákat nem az első vonalban használták, lévén, hogy nem volt túlzottan jó a magyar nyelvtudásuk, így ennek köszönhetően hajtókatonák, szakácsok vagy a hátsó alakulatoknál lévő ellátó alakulatoknál szolgáltat teljesítő katonákról volt szó. Ez volt az egyik kritérium ennél a hadseregnél. A másik kritérium az volt ugye, hogy a munkaszolgáltatásokat is bevonták ebbe a hadseregbe, de mintegy 30-35 000 főnyi munkaszolgáltatás katonát vittek a második hadsereg kötelékébe ki a keleti hadműveleti területre. Ezek közül nem mindenki volt zsidó munkaszolgáltatás, hiszen voltak nemzetiségiek, olyanok is voltak, akik ugye vallási okokból tagadták meg a fegyveres katonai szolgálatot, és voltak politikailag meg nem bízható elemek is. Ezeket a katonákat ugye nem fegyverrel látták el, hanem ásóló lapáttal, ők voltak az úgynevezett lapátos hadsereg, és a félreértésekkel ellentétben ezeket az embereket, mint ahogy később ugye ezt elmondták a második világháború utáni időszakban, tehát nem elpusztulni küldték ki a donkanyarba, tehát nem feláldozták őket, hiszen munkáskéze szükség volt ugye a lövészárkok, a műszaki berendezések, a bunkerek, az útépítések folyamán mind szükség volt munkáskézre, ami azt jelentette, hogy az első vonalban lévő kombatáns alakulatokat, tehát ugye a harcoló katonákat nem vonhatták el ilyen feladatoknak a végrehajtására, így ennek köszönhetően ez a feladat a munkaszolgáltatásokra hárult. Az a más kérdés, hogy hogyan bántak velük a munkaszolgáltatás keretlegénység katonái, hiszen lehet példákat mondani mind a két oldalon, tehát van, ahol nagyon jó soruk volt a munkaszolgáltatásoknak, volt, viszont embertelen körülmények között váltak velük. Tehát ez az érem két oldala. Tehát itt nem szabad szépíteni, mert bizony, ugye mint minden hadseregben itt is voltak olyan emberek, akik nem álltak túlzottan a helyzet magaslatán, visszaéltek a hatalmukkal. Ugye ezek a munkaszolgáltatások nem kaptak olyan ellátást, mint a fronton harcoló magyar katonák, és sokszor a képességeiket meghaladó műszaki munkát kellett végrehajtaniuk.
ugye az aknatelepítéstől kezdve a lövészágok kérdésén túl egy csomó olyan dolgot kellett megtenniük, amit ugye civil ruhában kellett végrehajtaniuk, megfelelő szerszámok, megfelelő képesítés nélkül. Ez a későbbiek során bosszulta meg önmagát. Nagyon fontos kérdés az, hogy a tisztikar állománya hogyan tevődött össze a második hadsereg kötelékében. Ugye a hadsereg parancsnoka Vitéz Jáni Gusztáv vezérezredes volt, a Magyar Királyi Honvédség egyik legjobban kiképzett és egyik legszebben dekorált tábornokának egyik, aki bírt a Horthy Miklós kormányzónak a személyes szimpátiáját. És azt kell mondani, hogy a hadsereg felszerelése, illetve a legénység állományának összeállítása során ezt az úgynevezett expedíciós hadsereget a lehető legjobban kiképezték, felszerelték és ellátták az akkori legmodernebb fegyverekkel. Hozzá kell tennem, hogy a Magyar Királyi Hadsereget azt nem a Szovjetunió elleni háborúra készítették fel, ezt elmondtam már korábban is, de most is fontosnak tartom megjegyezni, hiszen mi döntően a kisantant államai elleni revíziós háborúra voltunk fölkészítve. Magyarán szól, a magyar katona, a szlovákok, a románok és a szerbek elleni háborúra volt fölkészítve, nem pedig a Vörös Kolosszus ellenében történő anyagháborúra. Tehát ezt semmiféleképpen sem szabad elfelejtenünk. Ez az egyik kritérium. A másik nagyon fontos dolog az, hogy az 1938 és 41 közötti területi gyalapításokat valami úton módon nekünk azon túl, hogy a Német Birodalom területére nyersanyagot, fegyvereket, élelmiszereket kellett szállítani, úgymond katonákkal is kellett, hogy segítsük őket ebben a küzdelemben. Tehát ezért volt az, hogy ezt a hadsereget kiküldték a hadműveleti területre. Sajnálatos módon a megbeszélések folyamán arra nem derült fény, hogy milyen pontos feladatot szánnak majd a második hadsereg számára, egyáltalán hol lesznek bevetve, és milyen időtartam után térhetnek haza ezek a katonák a Hátország területére. De azonban az, hogy hogyan vélekedtek a korabeli katonai vezetőink arról, hogy milyen volt a második hadsereg, hogyan fegyverezték fel őket, és egyáltalán hogyan kerültek a Donhoz, erre vonatkozóan szeretnék önöknek egy idézett szöveggel szolgálni, mégpedig ez az idézett szöveg nem mástól származik, mint Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredestől, a Honvéd vezérkar főnökétől. Ő a következőket állapította meg a kivonuló hadsereg anyagi felszereltségét illetően. A rendelkezésre álló időhöz és eszközökhöz mérten mindent megtettünk, hogy a második hadsereget várható feladataira a lehető legjobban felkészítsük. Felfegyverzés tekintetében nyugodtan állíthatjuk, hogy az elvonuló hadsereg mindazon korszerű fegyverekkel kellő számban rendelkezik, amelyel bármilyen ellenféllel szemben felveheti a harcot, és nem marad el semmiféle hadsereg mögött. Szervezés terén is megadtuk a hadseregnek a lehetőségekhez mérten egyébként is mindazt, amihez a korszerű harcban és a várható ellenféllel szemben a tapasztalatok szerint szüksége lehet. Ez az egyik fontos idézet, a másik pedig mindjárt meg fogom keresni, amit ő nyilatkozott szintén, amely egy nagyon sarkalatos kérdés az, hogy mit is kerestünk mi a Donnál. Ugye ezt a kérdést nagyon sokat szokták föltenni, ő erre a következőket nyilatkozta. Meg kell gondolni azt is, hogy Magyarország tisztán ideális javakért harcol. Nem keresünk Oroszországban semmit, nem úgy, mint a románok, akik minket állandóan és nyíltan támadással fenyegetnek, és véleinket Erdélyben sanyargatják. Ez egy nagyon fontos kritérium. Ez a későbbiek során ugye rávetette árnyékát a második hadsereg hadműveleti alkalmazására is, hiszen 1942 őszintől kezdve olyannyira megromlott a viszony a magyar és a román fegyvertársak között, hogy félő volt, hogy román-magyar határháborúra kerül sor Erdély hovatartozásának kérdésében, és az akkori kormányzat, ugye Károly Miklós miniszterelnöke az élén, úgy volt vele, hogy 1918 rémét nem kívánták megidézni, illetve megismételni, amelynek alkalmával, hogy 1918-ban, az első világháború végén az összes magyar katona, illetve a császári és királyi hadsereg mindenütt az akkori monarchia területén kívül állott, és gyakorlatilag ugye a Hátország összeomlott a hadsereg mögött. Ezt használta ki az Antant, illetve aztán később ugye a kis Antant államok, ugye Linder Bélának köszönhetően a nem akarok több katonát látni fölkiáltásnak eredményeképpen, a hazatérő katonák tízezreit fegyverezték le, és gyakorlatilag prédaként vetették oda az ezer éves hazát az ellenségek számára. Tehát ezt nem akarták megismételni, és így 1942. szeptemberétől kezdve a felelős vezetőség megüzente Jáni kegyelmes úrnak, hogy innentől kezdve a Donnál lévő magyar második hadsereg
azokkal a fegyverekkel, azokkal a felszerelésekkel és azokkal az emberi anyagokkal tartalékoskodjon, illetve azzal gazdálkodjon, amely ott van. Ők többet nem tudnak adni ezen a hadsereg számára, hiszen gyakorlatilag az ország védelmére is kell, hogy gondoljon. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ezt általában elfelejtik mindazok, akik ugye a hadsereg szerepét vizsgálják, és megpróbálják negatív színben feltüntetni a második hadsereg harctérdei tevékenységét. Ugye 2012 folyamán beszéltem önöknek arról, hogy a második hadsereg milyen hadműveleti alkalmazásban vett részt ugye a Doni hadműveleti időszakban. Itt, hogyha lehetséges, én nem térnék ki arra, hogy 1943. január 12-től milyen hadműveletek történtek, hogy mint szerepeltek a magyar katonák. Csupán érdekesebb epizódokat szeretnék fölvillantani a magyar második hadsereg történetéből, többek között arra vonatkozóan, hogy az egyszerű magyar parasztemberek hogyan gondolkodtak, hogyan vélekedtek arról, hogy mit keresnek kint a Don partján. Többek között például a kokáért az első távoli páncélos hadosztály katonái hogyan állták meg a helyüket, vagy éppenséggel a legmagyarabb csapatnem egyike, a magyar huszárok hogyan állták meg a helyüket, és egyáltalán mit tettek 1943. januárjában és 1943. februárjában. Erre vonatkozóan, tehát hogy mit is kerestünk mi a Donnál, szintén egy pár idézettel szeretnék az önök számára szolgálni. Ezek a korabeli idézetszövegek, ezek mind egy-egy egykori katonának, tehát a főként a kecskeméti Zrínyi Miklós 7. honvéd gyalogezred katonáinak a tollaiból származnak, akik ugye halványzöld tábori jelvező lapokon írtak haza, tudósították a szeretteiket arról, hogy mi történik velük a keleti hadműveleti területeken, és ugye ők például a kokáit a következőket írták hazúra. Először az egyik legfontosabb, mindjárt olvasom az első ilyen embert, aki a híres város egyik katonája volt, etékomi gyalogezőt kötelékében. Raffai György őrvezető 1942. augusztus elején írta haza. Egész eddigi tapasztalatom szerint a magyar földön élő cigányok szebb és különb életet élnek, mint ezek itt az orosz paradicsomban. Nincs ezeknek se rugájuk, se ennivalójuk. A kenyerük vad lóhere virágból készül. Szent állatuk a tehén, vele egy fedél alatt laknak. A sertést nem ismerik. Annál több itt a tetű és a rüh. Alattomos, piszkos nép ez, és ezek akarták meghódítani a kultúrát, Európát. Akkor Nyíri László tizedes a következő sorokat küldte az 1942 őszén. Igaz és őszinte tapasztalataimban rá akarok kutatni az orosz kultúrálatlanságra, mely őket az állati színvonalra sűrjesztette alá. Világosan tapasztalható, a mi szemeinknek elképzelhetetlennek hit nyomorúság. Minden egyes katona utálattal hasonlítja össze ezt a terrorról sakban tartott paradicsomot szép hazánkkal. Nem is tudom, hogy mi történne, ha ez a nép széjjel nézhetne odahaza mi nálunk. Akkor joggal mondhatná, hogy a paradicsomban jár, mert a mi hazánk az ő országokhoz képest viszonyítva minden elfogultság nélkül is paradicsom. Magyarországon van bőségesen minden, és sohasem engedhető meg, hogy hazánkra is hasonló jólétet erőszakoljanak rá. Tudjuk, hogy sajnos ez nem történt meg, hiszen alig 3 esztendővel később, illetve 2 esztendővel később, 1945-ben aztán ugye a Vörös Paradicsom beköszöntött Magyarország területére is. Zsuzsandor Pál szakaszvezető pedig a következőt írta haza, mert ezzel zárta a levelét. Nem tudnának annyi kincset adni, amennyiért ezen a földön maradnék. Ugye sokat beszéltek arról is, hogy a kint lévő második hadsereg katonáiról megfeledkezett a hátország. Ez egy szemeszeret hazugság, hiszen ugye itthon a kormányzó feleségének fölhívására ruhagyűjtési akciót szerveztek ezek katonák számára, hiszen tudták azt, hogy milyen az orosz tél, tudták azt, hogy a katonákat megfelelő mennyiségű téli jó eszközzel, óvócikkel kell ellátni. Így ennek köszönhetően 1942 nyarától téli ruhagyűjtési akció indult meg, amelynek keretében érmelegítőket, sapkákat, írhabundákat gyűjtöttek össze a honvédek számára, füstelen napokat szerveztek, magyarán szóval cigarettát gyűjtöttek ugye a kint lévő katonáknak, bort, pálinkát küldtek nekik, tehát igyekeztek följavítani az ő élelmezésüket is. Majd az élelmezésre szeretnék kitérni egy idézet elejéig, hiszen ugye nagyon jól tudjuk azt, hogy a magyar parasztember a fűszeres ételhez volt hozzászokva, de tekintettel arra, hogy a hadsereg állományon a zömét többségében olyan emberek alkották, akik ugye magyar parasztemberek voltak, hát ugye a német eredet nem tudták annyira befogadni, és nagyon sokat panaszkodtak arról a hazaiak felé, hogy
nem látják őket túlzottan laktató élelmiszerekkel, ez majd egy később idézetből fog majd kiderülni. A hátországgal kapcsolatban még annyit szeretnék megjegyezni, hogy ezeket a gyűjtéseket mind kijutották az alakulatokhoz, azonban az, hogy az első hónapban lévő alakulatok az nem kerültek ki a téli óvóeszközök teljes létszámban, de teljes számolányban, illetve a téli élelmiszereket nem kapták meg ezek a katonák, az annak volt köszönhető, hogy a váltásnak tartalék volták, így nem minden alakulat kapott ezekből a téli gyilhamerényekből, a téli báránysapkákból, és ez ugye 1943. januárjában, amikor megkezdődik ugye a második hadsereg káváriája, ez bizony megbosszulja magát, hiszen nagyon sok magyar katona az egy szál posztó köpenyben liderette végig a mínusz 40-45 Celsius fokos hidegeket. 1942. novemberében a kolonázó városnak a polgármestere, Farkas Sándor polgármester a következőket mondotta volt, amikor búcsúztatta a frontra induló 3. honvéd gyalogezred, a Szent István gyalogezred katonáit. A messze Don és Volga partján magyar véreink harcolnak azért, amiért már 1000 éve harcol a magyar. A kereszténységért, a hazáért és a nyugati kultúráért. Ez a mi sorsunk. A Kárpátok pedencéje ütközőpont a nyugat és kelet minden harcában. Ez, azt hiszem, ez a mai napig aktuális, hogyha visszagondolunk, hogy tavaly mi történt itt a migráns kérdésben, hogy valóban mi a mai napig ugye a nyugati kultúrkör védővárosa vagyunk, tehát ezt a szerepünket nem tudtuk 1000 év alatt sem elhagyni. Ezért harcol most a Don és a Volga partján a magyar, oda hív titeket is az Isten és a haza. Oda hívja Szent István az ő honvédeit. Isten áldása legyen veletek. A jó Isten áldja és oltalmazza utatokat, küldetéseteket. Idehaza forró imádsággal kísérjük mindennapi sorsotokat. Visszavárom mindnyájatokat a dicsőség mezeiről, hősítettekkel ékesítve. Bizonyosan hisszük, és adja meg a mindenható Isten, hogy úgy legyen. Tehát így 1942. novemberében így búcsúztatta a kolonázó város 3. honvéd gyalogezredének katonáit az akkori székesfehérvári polgármester. De lehetne idézni a sort a továbbiakban is, hogy a magyar katonák mit láttak, mit tapasztaltak odakint a Donnál. Az egy dolog, hogy hivatalosan ugye ezeken a bizonyos hivatalosan ellenőrzött halványzöld színű lapokon, tehát a távoli lapokon, a nyílt levező lapokon tudósíthatták a családtagjaikat arra vonatkozóan, hogy mi történik velük a Donnál, ugye azt cenzurázták hivatalban, tehát nem lehetett megérni, hogy pontosan hol vannak, általában olyan jellegű tudósításokat küldtek haza, hogy jól vannak, remélem, hogy mindenki odahaza a legjobb egészségnek örven, viszont történtek olyanok is, hogy egy-egy hazatérő szabadságos katona feketén vitt haza levelet, ahol azért bizony már a valóságot is jobban megírhatták, hogy milyen a sorok odakint az első vonalban. Erre vonatkozóan 1942 végén többek között a Jászberényi 32/9-es puskászázadnak az egyik katonája, Kovács József tartalékos szakaszvezető a következő sort írta, vagy sorokat írta a kedves feleségének. Drága anyukám, itt küldök egy kis csomagot a gyerekeknek. 2 doboz sajtot egy szabadságos katonával. Tőle küldjél egy kis csomagot, ha majd jön vissza. Én jól vagyok, nincsen itt semmi baj. Csend van, messze vannak az oroszok hozzánk, csak vaktában lövöldöznek. Mi is, ők is. Tehát ne aggódjál, vigyázok magamra, amennyire csak lehet. Talán a tavasszal hazamegyek, ha nem is véglegesen, de szabadságra azt hiszem. Ha az ászlóját váltják, én is megyek velük, bár úgy lenne, még nem tudja senki sem. Egy kicsit hideg van, más bajunk nincsen. Az étkezés az nem az első rangú. Tehát nem úgy van, mint ahogyan mondják, milyen jó dolga van az első vonalbeli bakának. Ha nagy a hó, talán be sem jön a főtétel, a száraz koszt pedig igencsak kevés. Tehát ebből is lehet látni azt, hogy azért nem minden nap kapták meg a megfelelő mennyiségű ellátást ezek a katonák odakint az első vonalban. Ugye ezek a levelek nagyon világosan mutatják azt, hogy mit éreztek ezek a katonák. Nagyon jól tudták azt, ahogy annak idején fölkészítették őket, amikor mentek ki az első vonalba, amely szerint ugye minden honvéd Magyarország képviselője nem az orosz nép, hanem a bolsevizmus ellen harcol, ennek megfelelően kell viselkedniük odakint a hadműveleti területen. Ugye 1942 nyarától kezdve vesz részt a második hadsereg a Doni hídfőcsatában, ugye a 3 település név az, amely beleégett a magyar emberek köztudatába, ugye Uriv, Korotojak és Csúcsia, ez a 3 település név, amelyért igen súlyos harcokat vívtak a magyar honvédek.
Ugye ezek közül ugye 1942. júliusától kezdve egészen 1942. szeptember 16-áig több alkalommal vívtak igen áldáz hitfő csatákat. Ezekről a hitfőkről el kell mondani azt, hogy a szovjet 6. hadsereg építette ki ezen hitfőállásokat a Donnak az innenső partján. Általában olyan donkanyarulatokat választottak ki, amelyeket nem lehetett oldalról megkerülni, hanem csupán arctámadással lehetett megtámadni. Ez volt az egyik fontos kritérium. Másrészt pedig a túloldalról, tehát a Donnak partjáról, ponton hidakon, illetve víz alatti cölöp hidakon tudták az utánpótlást folyamatosan biztosítani az ő számukra. Egy-egy ilyen hídfőben általában egy szovjet hadosztály húzódott meg, akitek az utánpótlása folyamatosnak volt mondható. Ugye 1942 nyarától kezdve ezeket a hídfőket próbálták meg felszámolni, egyedül csak a Korotojaki hídfőt sikerült felszámolni 1942. szeptemberében. De amikor beáll ez a bizonyos hadműveleti szünet 1942. szeptember 16-ától kezdve, ugye a második hadseregnek számot kell vetni azzal, hogy igen súlyos veszteséggel kérték a kivonuló, majd 207-208 ezeres haderészszámú hadsereget, hiszen majd 29 ezer honvéd és 1000 honvédtiszt volt az, aki kiesett a harcolófelek sorából a nyári hitfőharcok során, ami azt jelentette a százalékos arányban tekintve, hogy a tiszti állománynak közel 20%-a esett ki a küzdelemből, a legénységi állománynak közel, a legénység és a tiszthelyettesi állománynak majd 15%-a, míg a munkaszolgáltatottak pedig alig 6%-a. Ez az arány, amikor a visszavonulás megindul 43. január 12-től meg fog fordulni. Tehát ott már a munkaszolgáltatottak lesz a legnagyobb vesztesége, sőt, jóval több mint 20%, hiszen a 35 ezer munkaszolgáltatásból 25 ezer ott maradnak a visszavonulás során, tehát ott már jóval nagyobb a veszteségi ráta. Egy kérdésre nem tértem ki, ami a tiszteket illeti, ugye említettem volt Jáni Gusztávot, beszélni kell arról, hogy a hadosztály, az ezred és zászló, vagy parancsnokok többsége 45 és 55 esztendő közötti törzstiszt volt. Ami ugye azt jelentette, hogy ezen emberek már megjárták az első világháborút fiatal csapattisztként, magyarán szóval volt már némi harcteli tapasztalatuk, viszont már nagyon nehezen bírták a háborús gyűrődéseket. Ugye ennek köszönhetően ugye egyre többen jelentettek beteget, nem bírták az állandó idegi feszültséget, és így ennek köszönhetően egyre többen kerültek vissza a hátországba idegkeverültség betegség címszó alatt. Ugye az ő helyüket vették át általában a századparancsnokok. A századparancsnokok többsége az általában a Ludovika Akadémiáról frissen, majd pedig pár évvel korábban kikerültek közül került ki, tehát fiatal hadnagyok, főhadnagyok, századosok voltak. Közel 7000 fő volt ugye a második hadsereg tisztikarának az állománya, több mint a fele volt hivatásos tiszt. Minek utána ugye a hivatásos tisztek általában előjártak ugye példaadással, a nyári hitfő csatáknak a végére olyan mérő veszteségeket szenvedtek el, hogy tartalékos tisztekkel kellett a hivatásos tiszti állományt pótolni. Ennek köszönhetően ugye a 7000-es tisztikarnak a zöme az már inkább tartalékos, semmint hivatásos tiszt volt. Ugye ezek a tartalékos tisztek, vagy próbaszolgálatos, továbbszolgálat próbaszolgálatos tisztek, ezek ugye alacsonyabb rétegből kerültek elő, tehát tanítók, tanárok, kis tisztviselő emberek voltak, akiknek sokszor ugye a képzettsége nem áll a talányban azzal, hogy milyen jellegű feladatokat bíztak rájuk, hiszen volt olyan, aki nem szakasz vagy század, hanem olykor zászlóparancsnoki beosztással is kellett, hogy megbirkózzon, hanem minden tekintetben el kell mondani róluk, hogy a legénységgel sokkal közelebbi kapcsolatot ápoltak, mint a hivatásos tiszteknek az öme. És ez ugye 1943. januárjában, amikor megindul a visszavonás, azért az igen jelentős dolog volt, hiszen nem egy alkalommal fordult elő, hogy egy-egy hivatásos tiszt csődöt mondott a visszavonás alkalmával, és azok az egyszerű falusi tanítók voltak azok, akik hazahozták a rábízott vagy rábízott katonák ezreit, illetve tízezreit. Tehát róluk mindenféleképpen meg kell, hogy emlékezzünk, akik ugye sarkalatos pontját képezték a kivonuló tisztikarnak. Lehetne beszélni a fegyverzetről, a felszerelésről, de minek utána már korábban ezekről is szót ejtettem. Én inkább arról szeretnék önöknek beszélni, hogy egy-egy alakulata a magyar második hadseregnek hogyan állt helyet a visszavonulás időszakában, többek között ugye az első tábori páncélos hadosztály, vagy éppenséggel az első repülőcsoport, illetve a későbbi repülődandár, vagy éppenséggel mit tettek a huszárok a visszavonulási időszakban. Hanem előtte még egy nagyon fontos dolog, ugye az élelmezés kérdésköre.
utaltam rá, hogy azért itt a nagyon nagy gondok voltak, hiszen amikor a második hadsereget kiszállították a hadműveleti területre, ugye a németek a második hadsereg számára előirányzott takarmányt, tehát a lóállomás számára a takarmányt, illetve a katonák számára a húst és egyéb más élelmiszereket kiszállították a harmadik birodalom területére, és odakint a helyszínen, tehát ugye a keleti hadműveleti területen német ellátást biztosítottak az ottani magyar katonáknak. Na hát ez nem nagyon tetszett az ottaniaknak, és erre vonatkozóan szeretnék két rövidebb idézettel szolgálni, méghozzá az EGRI 14-es honvéd dolgozat kötelékéből lenne két olyan idézet, ami szerintem nagyon szépen rávilágít arra, hogy hogyan voltak ezek a katonák ellátva. Mindjárt meg is fogom keresni, hogy pontosan hol is van. Igen, az egyik idézett szöveg egy 14/6-os puskás századbeli katonától származik, aki gyakorlatilag géppuskás irányzó volt. Ő a következőket nyilatkozta annak idején, amikor 2006-ban megkerestük és mesélt az élményeiről. Mink este kaptunk mindig enni. Hozták az ebédet sűrvedéskor, tehát sötétedéskor. Akkor már lehetett pozogni. Hoztak marmaládét, meg egy szeret barna kenyeret, meg gerzeműze főzeléket és jó éjszakát. Hát az semmi. Na hát ugye a magyar palasztánkban a kolbászhoz, szalonnához, babujáshoz volt hozzászokva, ezt nagyon ritkán láttak odakint ugye a keleti hadműveleti területen. Sajnos annál több volt a megszállt területekről származó élelmiszer, ugye, ami ugye az értelmiségi rétenek, tehát a tartalékos tisztetnek, a hivatásos tisztetnek mind ínyes csemege volt, ugye a belga vagy a francia sajt, a francia pezsgő, a szardinia konzerv, ezek mind, tehát úgymond a luxusszikkek közé tartoztak, de hát a magyar bakonyomról ezt túlzottan nem vette be. És többek között itt mindjárt keresem egy másik hasonló idézetet, amely viszont 1942 karácsonyával kapcsolatos, és szintén erre kíván rávilágítani. Ez mondja, egy pillanat, mindjárt meg is keresem, csak a sok-sok szöveg között ugye nehéz erre ráakadni. Pontosan hol is van az a bizonyos... Egy pillanat. Igen, itt van. Egyedi Károly őrvezető, a 14. Honvéd dolgezred párbeszéd a szakaszánál szolgált. Ő egyébként egy fiatal 19 éves ember volt, aki délvidéki születésű révén önként jelentkezett a keleti hadműveleti területre, és a következőket írta. Oszkinóban tértünk át a német kosztra, de csak vacsorára. És valóban este jött is lóháton. Minden este kaptunk egyformán ketten fél kenyeret, egy ovális 20 dekás paradicsomos vagy olajos szardiniát, pici, olyan fél deci pálinkát, vagy rumot és vitaminkockát. Csak a kenyeret meg a halat osztottuk ketten. Azon kívül a szakácsaink is főztek, amit tudtak, de nem vacsorára. Akkoriban szokásban volt, hogy otthonról egy kicsit megjavítsák a kosztunkat. Csomagot nem, de 10 dekás szalonnát lehetett küldeni, korlátlan mennyiségben. Volt hozzá vízhatlan kicsit asak, abba be egy 10 dekás, és rá két napra jött a szalonna. Ebben a faluban nem voltak civilek, a házakban, ugye minek utána ki volt a telepítő a településekről az ottani lakosok a partizán veszélynek köszönhetően. A házakban csak katonák laktak. Ott maradt a sok krumpli, azokat szedtük ki, és főztük a szalonnával együtt. Úgyhogy így emlékezett vissza egy egyedi őrvezető erre az időszakra. És egy másik dolog ugye a karácsony kérdésköre, hiszen azért ugye a szeretteitől távol voltak ezek az emberek. Ugye többségük azt gondolta, hogy csak úgy, mint a gyors hadtest katonái 1941-ben alig 3-4 havi frontszolgálat után haza fognak térni. Ők a következőt írták ebből az időszakból. Mert minek utána nem jöttek haza karácsonyra. Szóval átköltöztünk a nekünk szánt bunkerbe karácsony után. Szentestén szokásom szerint kimentem a szobából és néztem az eget. Nem volt csillagos szél, sem fújt, hó sem esett. Kint a vonalban csend volt. Néha egy rakéta világította meg a megfagyott dont. Bemegyek a szobába, csend, vagy valakinek az ajka mozog, vagy imádkozik, vagy valamit ismételget a múltból, ki tudja. Könnyes szemek is vannak. Senki se próbálja meg letörölni. Nem szégyen, legalábbis most nem. Van egy kis gaj egy üvegben, kidíszítve cifra színes papírral. Azt hiszem, nincs közöttünk olyan, aki nem gondolt arra, némán, hogy az ígért karácsonyi csomagok nem érkeztek meg karácsonyra. Tehát azért valószínűleg igen keserves volt az időszak ezen katonák számára,
És azt hiszem, hogy nekünk ezt valóban nehéz átérezni, hogy mi volt ott annak idén 1942 karácsonyán, amikor ezek az emberek azt gondolták, hogy haza fognak jönni a téli felváltásnak köszönhetően, ugye ez nem történt meg. Több okból kifolyólag, ugye a sztálingrádi hadműveleteknek köszönhetően, hogy 1942 végétől már érezhető volt az, hogy itt hamarosan kenyértörésre kerül a dolog. Ugye a második hadsereg majd 210 km-es arcvonalszakaszt tartott Volonyestől délre egészen Pavlovszkig bezárólag, és ugye már mondottam, volt ugye két hídfőt nem tudtak felszámolni, ugye egyik volt ugye a Csúcsei, a másik pedig az Uribi hídfő, amely később 1943. január 12-én és január 14-én a szovjetek számára olyan kiváló hídfőállásnak bizonyult, amelynek köszönhetően aztán ugye megindították támadásokat a magyar második hadsereg ellenében. Ugye a hátország, hogy mondottam volt, nem feledkezett meg a kivonult katonákról, gyűjtötték a téli csomagot, a téli ruhákat számukra. Mindezek ellenére ugye nem tudták minden alkalommal ellátni téli ruházattal ezeket a katonákat, pedig 1942. október 22-től kezdve már a hó leesett, és decemberben a mínusz 30 fokos hidegek is beköszöntöttek ezen területekre. A kassai 21. honvéd gyalogezred jelentése szerint körülbelül minden tizedik honvéd lett ellátva nemes csizmával, és a legénységnek 1942. december havában kiosztott második pár bakancs nem volt elegendő nagy ahhoz általában, hogy azokból a téli kapcát is be lehessen csavarni. Ugye az elég rossz dolog, hiszen a téli kapc az egy vastag valami, és hogyha pont méretes az ember lábbal a bakancs, akkor nem tudja a vastag kapcát rátekerni. Ez ugye később évben bosszulta meg magát. Vagy ugyanígy panaszkodik a hidegről a kassai 51. gyalogezrednek a parancsnoka, amely szerint a nagy hidegben a gyalogsági töltény nem sül el. Ennek következtében sem a puskát, sem a golyószarót, sem a géppuskát nem lehetett használni. A német adtavetőknek az első lövésnél meglepett a csöve a nagy hideg következtében. Úgy a tápbeszélő, mint a rádiónál a membránlemez mindjárt odafagy, amiért nem használhatók. Azon kívül a rádiót az ellenség azonnal zavarta, ezt emiatt egyáltalán nem lehetett használni. Tehát ugye elképesztő, hogy milyen helyzetben voltak kint ezek a katonák, ugye akik a hátországgal nem csak a táblilapok segítségével tudták tartani a kapcsolatot, hanem a rádió segítségével, hiszen ugye a rádió kívánságműsorok sugározták ugye mind a szülőföld, mind pedig ugye a katonák kívánságait. A tábori színház próbálta felettetni ugye az otthon távolságát, gondolj csak arra, hogy Kismanyi, vagy éppenséggel Dajka Margit szintén kilátogatott az első vonalban a tábori színház kötelékében. Tehát megpróbálták az emberek számára ezt elviselhetővé tenni. Rengeteg iskola diákjai, fiatal gyerekek, diáklányok ismeretlen magyar katonákkal leveleztek. Csomagot küldtek nekik ki az első vonalba, hogy próbálják ezt a hatalmas távolságot, hiszen majd 2000 kilométerrel keletebben voltak ezek a magyar katonák, tehát ezt a hatalmas távolságot felettetni, és hogy a szülőföldnek a melegségét valamilyen szinten odahozni ezen magyar katonákhoz. Mindezek ellenére ugye a tisztek is próbálták tartani a lelket a legénységben, nem úgy ugye, nem, mint hasonlóképpen a tábori lelkészek, illetőleg az idősebb katonák, akik már éppességgel valamilyen haditapasztalattal rendelkeztek. A 1943. januárjának elejére nyilvánvalóvá vált, hogy az áttörés az már csak napok kérdése, és ha az áttörés kérdéskörénye tartunk, arról mindenféleképpen szeretnék egy pár szót ejteni önöknek, hogy ez az egész áttörési kísérlet ugye Urif térségében, illetve Csúcsinál hogyan is történt meg. Már 1942. novemberében, amikor Sztálingrádot körülzárják ugye a szovjet katonák és ugye Paulus tábor a német katolik hadserege keretcébe kerül, már onnantól kezdve a szovjet vezérkar azon dolgozik, hogy hogyan lehetne ezt a katlant kiszélesíteni, hogyan lehetne ugye az itt felvonult, tehát nem ezt a Don partján védőállásban lévő magyar, román és orosz, illetve olasz csapatokat felsodítani. Ennek köszönhetően a magyar második hadsereggel szemben álló szovjet 40. hadseregnek a parancsnoka, Moszkalenko vezérőnagy az, Kirill Szemjanovics Moszkalenko,
aki 1942. november 20-án Sztálinhoz fordul azzal a kéréssel, amely szerint ő megpróbálja vele szemben a magyar csapatoknak a védőállásait felsodrítani, és ennek köszönhetően ugye a sztálingrádi katlant egy kicsit kiszélesíteni. Sztálin meghallgatja ezt a telefonbeszélgetést, mert közlében, hogy jó, majd erre még vissza fogunk térni, majd egy kis idővel később visszaív, és közlében, hogy jó, rendben van, küldöm Zsukov marsalt, majd ővel akkor lehet egyeztetni a részletekről. Ja, persze Sztálin megígéri, hogy akkor kap különféle támogatást Moszkalenko ez a hadművelethez. Ennek köszönhetően Zsukov meg is érkezik az első vonalba, Moszkalenkóval többek között a sztorozsevójai magyar állásokat szemlélik meg, amelynek kapcsán valóban rájönnek arra, hogy gyakorlatilag mélység nélkül ilyen magyar védelem. Az összes magyar tűzgép, tehát ugye a nehéz fegyverzet, a sorozatlövő fegyverek, a tüzérségi eszközök majdnem mind az első vonalban vannak telepítve, nincsenek hátsó védőállások, tehát Zsukov kénytelen igazatlanni Moszkalenko vezérőadványnak, így ennek köszönhetően a Stavkának a tartalékából, tehát ugye ez az orosz vezérkari agynak lehet nevezni, tehát a Stavkának köszönhetően így Moszkalenko megkapja a központi tartalékból a 3. harckocsi hadsereget, illetőleg a 7. önálló lovas hadtestet. A Csúcsai hídfővel szemben pedig felvonul a 18. önálló lövész hadtest. Tehát ezeket készítik elő a támadásra. Most azonban az oroszok nem csak a vodkának köszönhetően, meg a számbeli fölényeknek köszönhetően érnek el jelentős sikereket az áttörés időszakában, hanem annak köszönhetően is, hogy nagyon jó a felderítésük, tehát szemben azzal, amíg ugye mi oldalunkról is mennek vállalkozások a túlsó oldalra, tehát próbálnak nyelvet fogni, hogy kipuhatolják az ottani orosz, illetve a szovjet erőknek az erejét, illetve próbálnak régi felderítés alapján képet kapni arra vonatkozóan, hogy milyen erők állnak velünk szemben. Azt egyre inkább érzékeli Jáni Gusztáv is, illetve ugye a magyar vezérkar, hogy itt nagyon nagy gondok vannak, hiszen a két hídfőállás mögött iszonyatos mennyiségű csapatösszevonás történik. Tehát napokon keresztül lehet hallani a harckocsik és a nehéz technikának a dübörgését, tehát a köd ellenére nem látnak semmit, ugye nem tudnak felszállni a távolfelderítő gépek. Ennek köszönhetően csak a katonák, illetve a nyelvfogó vállalkozásoknak köszönhetően tudnak valamelyest erről képet adni.